Tegnap debütált Jakubcsek Gabriella új műsora az Egymás szemében, ahol megismerettük Zsuzsa és Gyöngyi történetét. A két testvér több mint 40 év után találkozott ismét egymással. Most nézzük meg ezt a megható pillanatot, majd velük beszélgetünk. Jó. Nem tartom. Na, én is. Végre megvan a másik felem. Ez most már egyszerre jár mindenünk. Igen. De a lábtartásunk is azért figyelem. Igen. Mondom, én továbbra is megkérdőjelezem azt az egy évet. Hát, ha az anyakörnek lehet hinni, bár ki tudja. Ki tudja. Vendégünk Horthy Zsuzsa és Siposné Dobsa Gyöngyi. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Milyen érzés volt újra nézni ezeket a pillanatokat? Nagyon jó. És megható. És megható. Itt előbb mondtam, hogy könyvbe lápor a szemem, persze, akárhányszor megnézem. Mondjuk ez aranyos volt, ez olyan cuki volt, ez a, hogy a lábatok egyformán áll, vagy mit mondtatok? Bocsát, közben mi megbeszéltük, hogy tegeződünk elnézést, illetve a hölgyek kérték. Igen, igen. Igen. Szóval, igen. Hogy egy felé áll a lábatok, vagy mit mondtatok? Igen, igen, egyformán. Egyforma. Jó, hát valami szóval közöttök azért van egymáshoz. Te a felvétel óta mennyit találkoztatok? A felvétel megvolt egy keddi napon, majd mindjárt azt követő hétvégén én mentem Gyöngyékhez, Törökszent Miklósra, Miskolcról. Következő hétvégén, ami nem most hétvége, hanem ezt megelőző hétvégén, pedig Gyöngyi jött hozzám Miskolcra. Pedig nem kicsi távolság. Hát ez nem kis távolság. Kell hidalnotok egymás között. Hát nem. Viszont minden nap beszélünk. Igen. Videó beszélgetés. Mi volt az elszakadásnak az oka? A szüleinknek a tulajdonképpen életvitele és az ebből adódó családi körülmény, ami nem volt megfelelő ahhoz, hogy mi egy családként élhessünk. Ez mit jelent pontosan? Ez pontosan azt, hogy elvettek a szülőktől bennünket, és mindkettőnket örökbe adtak külön-külön családhoz. Külön nevelő szülőknél voltak? Igen. De örökbe is fogadták önöket? Igen. Igen. Csak két külön család. És ez nagyon érdekes, mert általában arra szoktak törekedni, hogy a testvéreket egy helyen helyezzék el, tehát hogy ne szakítsák őket szét. Itt egy napon múlott, hogy szétszakítottak bennünket. Azt mit jelent, hogy egy napon múlott? Egy nappal hamarabb vitték ki Zsuzsit, mint engem. Mm. És meddig nem tudtak egymásról? Tudtunk egymásról végig, csak nem tudtunk találkozni, meg nem tudtuk fölvenni egymással a kapcsolatot. De az hogy lehet, bocsánat, én ezt nem is tudtam, ez most egy új adalék. Tehát azért a mai világban egy telefon, egy levél, egy személyes találkozó, azért az nem olyan bonyolult, nem? Tehát ez hogy nem jött létre korábban? De amikor én elkezdtem Zsuzsit keresni, akkor még csak a levél dolog működhetett, amit ő meg is kapott. Igen. De arra nem kaptam választ semmilyen formában, és hát most jutott el odáig az ő élete is, meg az enyém is, hogy ő le tudta zárni az övét, ami akkor nem volt túl egyszerű. Igen. És most már... Ki kezdeményezte ezt a találkozót? Most, a mostanit? Melyikőtök? Van egy féltestvérünk, tulajdonképpen ő engem bejelölt a Facebookon, és aztán őtőle tudtam meg, Ildikónak hívják a féltestvérünket, és őtőle tudtam meg a Gyöngyi elérhetőségét, és aztán én hívtam föl Gyöngyit, és onnantól kezdve nem telt el úgy a nap, hogy ne beszéljünk. Aha. Sok mindent kellett átbeszélni, gondolom. Igen. Mi minden történt önökkel azóta? Hogyan sikerült ebből? Tehát, hogy ugye akkor örökbe fogadták önöket. Így van. Az életük hogyan alakult? Nekem, tehát... Azt mondhatom, hogy az örökbefogadó családomtól megkaptam mindent. Elindítottak az életbe, de pont arról beszéltünk, és azt hiszem, hogy ezt Gyöngyi nevében is kijelenthettem, hogy
egyetlen egy dolgot nem kaptunk meg, azt mondhatom, hogy a legfontosabbat, a szeretetet. És ez kihatott egész eddig életünkre. Mihez kezdtek most egymással? Már a jövőn gondolkozunk olyan szinten, hogy... Az idén hozzánk költözik, Zsuzsi. Oh. Nem bírjuk azt, hogy ilyen távolságba éljünk egymástól. Annyira fontos egyébként, tehát, hogy a vérnek a szava, tehát az, igen, hogyha valaki, igen, édes testvér, és pontosan tudja, hogy a másikra számíthat, és az az igazi szeretet. Igen. Igen. Hát nagyon sok sikert kívánunk ahhoz, hogy a jövőben ezt a kapcsolatot sikerüljön fenntartaniuk. Köszönjük szépen, Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Sok-sok boldog pillanatot nektek még. Köszönjük.